Valaki lopja a fekete ribizlit. Megyünk mészárolni. Az idei első mészárlás. Most nincs rajtam csipi mikrofon, úgyhogy biztos halljátok a szelet kegyetlenül. Az a helyzet, hogy a méltán népszerű gyömbéres töklekvár idén is el fog készülni a csatornán, de továbbra is csak limitált. Honnan fog elkészülni? Hát így a Tanya Channel cégben, vagy hogy mondjam, szóval Tanya Channel Company elkészíti a gyömbéres töklekvárját, gyömbéres citromos töklekvárját, ahhoz ugye tökkel, és a tök az érik, és az a helyzet, hogy én mindig így az első szüretet azt így nem szeretem, mert szegény gyermekeim. Én tenyésztettem, termesztettem őket, és nincs szívem megölni. De az asszony a szíves örömest igazi pszichopata módjára lemészárolja a gyermekeimet. Aztán utána már egy idő után leveszem én is a... Ez nem most, gáz. Ja, van egy-kettő ilyen megrohadt. Utána már én is megölöm a gyermekeimet, de az elején még... Nagyon-nagyon sok már megint. Szóval 20 üveggel fogunk csinálni, de egy párral el is ajándékozunk, úgyhogy nem lesz 20 eladó üveg, hanem annál kevesebb lesz. Ilyen rokonságban ilyeneknek olyanok. Valami tök gyalúló készüléket nem lehet venni? Hát volt egy kézi tök gyalunk, de azt elajándékoztuk. Nem is tudom miért. Ezt megcsinálom rántott tökben. Azt a picikét? Aha. Kisbabát. Leszedtél egy... Ja, az nem virág volt, hanem ilyen nyomorult tök. Nem ilyen kis nyomorult van. Kézzel meg ezek ilyen szimpatikusak. Ja. Láttam, hogy most van időnként idén egy pár ilyen. Szerintem az összes ilyen nagyobb. Hát a... Igen. A gyömbéres töklekvár miatt. De hogy... csak 20 üveggel csinálunk. Hát lehet, hogy még fogunk később akkor többet csinálni. Majd meglátjuk. Hát nem, ugye tök főzelék, eszünk tök főzeléket. Fogom írni a valami csoportba. Hát ugye az egész veteményes innen indult, ugye, hogy nem volt mire itt tök. Emlékszel? Hát innen kezdtük. Nem tud beleférni a kosárba. Nem baj, viszünk kézzel is. Mindent, mert már meg tudom itt öregedni. Na, és akkor közben mutatom nektek, hogy az amerikai kerti áfonya idekint így áll. Bőségesen lesz, remélhetően. Tele van. Minden tele van bogyókkal. És még újabb virágok vannak. De már a paprika is virágozgat, sőt, nem csak hogy virágozgat, de például, ha ide átnézünk, ott már jönnek is a paprikák. Amúgy a mamánál már apáik ettek is a paprikáról. Igen! Ja. Na hát! Na. Itt is van paprika, hát már növögetnek, leszem paprika, paradicsom, mindegy virág, egyelőre még, hol van a paradicsom, itt van, hát a paradicsomok nagy része az még zöld, bár a koktélból van neked piros koktél paradicsom, ott már legelheted. Idekint is. Azért gyűlnek a paradicsomok. Sőt, itt már nagyból is kezd egy kicsit pirosodni. Látjátok, így állunk paradicsom fronton. Hát tudom, most magamat árnyékolom, csak ellenkező esetben meg nap... Mi történt? Telibe kaptam a naspolyafát, egy eldobott rossz tökkel.
Lelőttél egy nas paját. Szegény. Hol volt a piros paradicsom? Ott annak a sornak a végén, itt meg van sárga. A sárga picikéből is van már. Lehet, hogy már az a kis jó. Aztán van ilyen tojás alakú paradicsom. Hol van? Ott arra fele pedig. Nézd körül, ott alsó helyen volt. Nem. Határozottan piros paradicsomot láttam. Szóval most vegyesen vannak itt ilyen koktél is. Az egyik kedves néző küldött, meg rendes paradicsom. Na milyen? Prima. Prima? Na, akkor darabját 1000 forintért árulhatjuk. Nem, csak kaptam itt. Igen, kapták kontaktot a piacra? Lehet, hogy idén majd ott fogjuk tartani a piacon az árusítást. Van a fölhívva. Na, és közben nézzétek a mini dinnyék, azok itt szépen itt már virágoznak ám. Lehet látni? Ott virágoznak a mini dinnyék. Mindenfelé virágzik már. Hát dinnye még nincsen, de virágzás az már van. Ott is virágzik. Mindenhol virágzik, és mindenfelé fut, és kacsolódik. Mindjárt azt is mutatom, hogy mennyi tök van, csak ha már egyszer itt kint vagyunk, megmutatom. Nézzétek, itt már nő csili is. Itt van, itt van, itt van. Ott van. Nő a misi csili is. Ennek megismerem a formáját. Már a bokort is, mert az ilyen nagy bokros, meg az alakja is. Úgyhogy már a misi csilik is megjelentek. De hát aztán van, ami még csak ilyen szép bokor, még sehol semmi. Hát ezek a Carolina Reaper-ek, ezek mindig egy kicsikét későn szedik össze magukat. Hát itt tartunk jelen pillanatban, idekint, meg még mindjárt mutatom majd az üvegházat. Így. Ez az új lusta gazda veteményes, ami ugye idén lett. És akkor ez az első adag tök, amit idén most lemészárolt az asszony. Mielőtt nekilátunk a citromos gyömbéres töklekvárgyártásnak, azért még megmutatom, hogy itt milyen, mi a helyzet. Össze lehet így nagyjából hasonlítani az üvegházban termesztett cuccokat a nem üvegházban lévővel. Ugye ez az amerikai kerti áfonya. Ez az amerikai kerti áfonya másik példánya. Itt a csili így áll. De van már ilyen szép nagy is. Tehát itt tart az üvegház. Paprika fronton. Igazándiból nem nevezném jelentős eltérésnek a dolgot. Carolina Reaper-ek itt is lófasz se. Lófasz se. A piros levelű csili az éppen virágozgat már. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát a paradicsom fronton így állunk. A koktél itt is sárgul, piroslik, megzöldül. A sima az meg javarészt még zöld. Túloldalon hasonló a helyzet. Na, hát ez volt az idei első mészárlás. Az azt, hogy megkezdte a gyilkolást, úgyhogy ezek után már én is bátrabban ölöm le a általam termesztett növénykéket. Még meg is van.